Az egyik legerősebb és legnépszerűbb aranyballada az Ágnes asszony. Megjelenése óta nagyon sokszor idézték és adták elő a drámai verset. Azon gondolkodtam, mi lehet az oka annak, hogy ennyire megfogja az embereket, és a mai napig szerepel színészek, előadó művészek estjein. Ágnes asszony talán arany egyik legismertebb műve. Uh-huh. Ugye a Ágnes asszony ruháját mossa nagyon ismert sorok. Mitől terjedhetett el ez ennyire széles körökben? Szerintem két oka lehet ennek. Egyrészt azért, mert valami olyasmit érint témában, ami tulajdonképpen mindannyiunknak ismerős. A másik pedig talán az, hogy aranynak a zsenialitása, hogy úgy tudott megírni egy ilyen verset, hogy gyakorlatilag szikrázik minden egyes sora, és benne van ez az őrületnek, a bűntudatnak, és a szenvedélynek, a tiltott szenvedélynek az izzása. Tehát gyakorlatilag annyira egy sűrű vers, mint nem is tudom, mint így, most az jut eszembe, hogy egy szörp, tehát hogy így teljesen így melbevág. Nevezhetjük ezt a lelkiismeret drámájának? Az biztos, igen. Ágnes asszony tulajdonképpen nem tud együtt élni ezzel a tudattal, és ezért őrül meg. Igen. Nem tudja elviselni a bűnének a terhét. Ez mennyire vág egybe az egyháznak a tanításával? Inkább azt mondom, hogy az egyház tapasztalatával vág egybe. Tehát, hogy amikor bűnt követünk el, és főleg amikor mondjuk ilyenfajta nagy bűnt követünk el, most nem pont ilyenfajta, de nagy bűnt követünk el, akkor ez tulajdonképpen identitásválság is. Mert sose tudtam volna elképzelni, hogy én ezt megteszem, hogy valaha én ezt el fogom követni. És tulajdonképpen a magunkról alkotott képünk omlik ilyenkor össze. Ugye mondjuk egy hűséges és szerető férj, aki 10 évig szereti a családját, és nem tudom, és gyerekek, és minden, és mintalpa, és egyszer csak megcsalja a feleségét egy gyenge pillanatában. Akkor így minden összeomlik, amit addig gondolt magáról, a házasságról, a feleségéről, arról, hogy az ő családja majd tökéletes lesz, és ő mindig. És ezért rettenetesen nehéz, és nagyon... Tehát, hogy van olyan, hogy valakinek megvan ez az elakadás, ami Ágnes asszonynál, hogy egyszerűen nem tud tovább lépni ezen, hogy történhetett ez meg. És ilyenkor segítség ugye az egyház, mert bejössz a gyóntatószékbe, beszélgetünk róla, és megadom a feloldozást, és te úgy mehetsz ki, hogy Isten ezt neked megbocsátotta. Arany miért írta meg a bírókat ilyen együttérzőnek? Miért írta azt, hogy a bírák nem mogorvák, nem gonoszak, egyszerűen már megértőek? Azt a lelki folyamatot én azt gondolom, hogy érthetjük, hogyha valaki azt látja egy másik emberen, hogy bár elkövetett egy bűnt, de súlyosan megfizetett ezért a bűnért, akkor empátiára, irgalomra indul az illető iránt, és azt mondja, hogy figyelj, én már nem büntetlek téged, mert látom, hogy te már megbüntetted magadat. Ilyen elképzelhető, nyilván mondjuk ma Magyarországon egy bíróságon azért elég ritka lenne ez a gyakorlat, de emberileg el tudjuk képzelni. A verseket, például az Ágnes asszonyt is, színész óriások felolvasó estjei tették legendássá a közelmúltban. Arra is kíváncsi voltam, hogy köztünk élő színészek, előadók ma hogyan szólaltatják meg a klasszikusokat. Ezeken a felolvasó esteken mennyire utal vissza, hogy mennyire hasonlítanak a Latinovics féle felolvasó estekhez? Hát van egy rész, amiben utalok rá, ő rá is meg a... öcsére, Bújtor Pistára, mert van olyan vers, amit ők is mondtak, én is, és nem egyformán mondjuk, de ennek az oka, hogy én használom a magyar nyelv szabályában azt a lehetőséget, hogy értelmi kiemelést. Tehát én kiemelem az igent és a nemet. Furcsálódta is a Pista, amikor hallgatta ezt annak idején a Bújtor. Szóval ilyen utalásaim vannak, tehát a 20. századi istenes estnél ilyen utalásaim vannak például a Latinovicsra. A szerkezet az ugyanaz a szerkezet, mint az ő balasi estjének a szerkezete. Azt tőle tanultam a hármas szerkezetet. Most átdobom a labdát Kovács Ákosnak. Kovács Ákosnak van egy fantasztikus
aranyestje. És őt kell meghallgatni, mert olyan fantasztikusul csinálta meg Szigeti Gáborral, mind a kettőnek átdobom a labdát, most kapott Kossuth díjat Szigeti Gábor, irodalomtörténés, esztéta, író, stb. Latinovics nagy ismerője. Átdobom nekik a labdát, mert olyan szinten finoman találták el arányaiban is az aranyestet, volt szerencsém hallani, hogy megirigyeltem. Ott érdemes meghallgatni, a balladákról beszél, számos verset is mond, nem is egy balladát mond el, és az az erénye, és ezt mondtam neki, hogy olyan finom közelségben, intellektuálisan, olyan finom közelségbe hoztad a verseket, hogy például a nézőtérnek a 70%-a fiatalok voltak. Tehát a fiataloknak meg kéne tanulni aranyt. Ugye, mert Arany és Petőfi, szabad azt mondanom, közérthetőbben írnak, mint a kortárs költők, tisztelt a kivitellek. Szóval aranyt olvasni, azok aranynapok. Hogy mennyire fontos arany. Itt volt Magyarországon Orson Welles, és megnézett egy előadást. Shakespeare-t, és mondták, mert mit akartam, úgy se ért semmit belőle. Mondta, hogy ne. Azt hiszem, Latinovicsot néztem, de nem vagyok benne biztos. És kijött a végre, az a fantasztikus. Szóval, ugye már ne hülyeskedj, nem értem egy szót sem. Szóval, én mindent értettem. Ki volt a fordító? Mondták, hogy John Gold. Azt mondja, hát ez fantasztikus, én mindent értem. Tehát úgy fordította Shakespeare-t Arany János, hogy ő mindent értett. Igen, hát aranyfordítás az egészen, hát az ő nyelvezet egészen csodálatos.